Az egész évben látványos futballt játszó felnőtt csapat stabil teljesítményével visszakerült oda, ahová való. Horváth Zoltán a klub elnöke értékelt a mögöttük hagyott idén után. Egy nagyon sikeres szezonon vagyunk túl, ugye csalódás volt 2 évvel ezelőtt, amikor kiestünk az NB3-ból, átszervezések voltak, csökkentették a csapatok létszámát, szerettünk volna egyből visszajutni, ez azonban az előző szezonban nem sikerült. Éppen ezért azt terveztük, hogy minél inkább próbáljuk megerősíteni a keretet, szerettünk volna biztosra menni, ez be is igazolódott, hiszen 30 meccsen 27 győzelem és 10 és 3 döntetlen volt a mérleg, ráadásul tavasszal mind a 15 mérkőzést megnyertük. A bajnoki cím mellett a megyei magyar kupát is elhódította a csapat, amivel jogot szerzett az országos főtáblán való indulásra. A klub vezetése a szabálymódosítások ellenére is mindent megtesz azért, hogy egyben maradhasson a keret. Akik jártak meccsre, azok tudják, hogy voltak vajdasági szerb vendégjátékosaink is, ezt az MLS az NB3-ban már nem engedi, hogy legyen, vagyis hát engedi, de akkor az utánpótlás nem részesül a társasági adó támogatásban, ezért ezektől a játékosoktól kénytelenek voltunk ideiglenesen ugyan, de megválni, hiszen mindannyian beszélnek magyarul, és folyamatban van a magyarosításuk, be vannak adva a papírjaik, amint megkapják az állampolgárságot, onnantól kezdve ismételten szeretnénk igénybe venni a szolgáltaikat. A cél a biztos bennmaradás mellett a minél jobb szereplés, vagyis a következő szezonban is érdemes lesz kilátogatni a mérkőzésekre.